A Csak az Eto mai adása teljes egészében az Eto Szese férfi kézilabda csapatáról szól. A fiúk nem kezdték igazán jól az idényt, aztán egy edzőváltást követően egyre inkább formába lendültek. Az Eto 6 tavaszi mérkőzéséből 5-öt megnyert és egy döntetlent játszott. A legutóbbi győztes találkozón a fehérvári Alba Régiát verték a fiúk 9 góllal az egyetemi csarnokban, továbbra is 5-ek a tabellán. A meccs után beszélgettünk a gárda irányítójával, Schneider Miklóssal, a balátlövő Kovácsovics Lászlóval, valamint a vezetőedzővel, Deák Istvánnal, a csapat jelenéről és jövőjéről. A tavasszal szinte hibátlan sorozatot futó Eto Szese az Alba Régió ellen is úgy lépett pályára, hogy hoznia kell a 2 pontot. Deák István vezetőedző csapata az 5., a Fehérvár a 12. helyről várhatta ezt a bajnoki az NB1-B 19. fordulójában. A zöldfehérek rögtön a meccs elején megszerezték a vezetést, amiből állandósult a 2-3 gólos különbség. A félidő második felében előbb 11-7, majd 16-10 is volt a hazaiak javára. A játékrész hajrája azonban a vendégeké volt, és így sikerült a még ledolgozható különbségre felküzdeniük magukat. 16-13 volt az állás a szünetben. A pihenőről az Alba jött vissza frissebben. Deák István 25-21-nél kért időt, ez pedig felrázta a társaságot. Nahaja kapuban gyakorlatilag mindent védett, és a támadásokban sem akadt hiba. Az Eto 6. idei mérkőzéséből egy döntetlen mellett az 5. is megnyerte, ezúttal 34-25-re, és maradt az 5. helyen, hátránya továbbra is 5 pont a 2. helyezett Dabassal szemben. A fiúk következő meccsüket szombaton játsszák a 20. fordulóban, idegenben a Pécs ellen. Nagyon jól sikerült a téli alapozás. Azt gondolom, hogy míg a többi csapat hosszabb pihenőt kapott, mi egy kisebb alapozáson vettünk részt. Akkor persze nem volt ez olyan kényelmes és jó, de most úgy érzem, hogy kijött a befektetett munka. Azok a dolgok összejönnek, amik az első szezon elején nem, és így értékes pontokat tudtunk hozni idegenből is. Bízom benne, hogy ez a bajnokság végére is kitart, és a első 5-be tudunk végezni. Az látszik, hogy nem csak fizikálisan vagytok nagyon jó formában, hanem valami fejben is ott rendbe jött, mert voltak olyan mérkőzések, amihez itt az utolsó másodpercek kellettek. Igen, az biztos, hogyha testileg rendben van minden, az embernek több oxigén marad a fejbe, jobban tudunk gondolkozni, de az első dolog mindig a testi dolgok, a fizikai felkészítés. A támadás az eddig is úgy, ahogy rendben volt, ez a gólok számában is megmutatkozik. Aztán vannak a meccseknek olyan hosszú időszakai, amikor a védekezés is nagyon-nagyon keményen megy, összeszedetten megy, annak ellenére, hogy itt ugye hármat kell cserélni védekezés támadás között. Igen, ugye a Deka nagyon nagy figyelmet fordít a védekezésre. Talán több edzésen gyakoroljuk a védekezést, mint a támadást. Nagyon jó felkészítést kapunk játékosokra lebontva. A tavaszi szezonra igazoltunk egy nagyon jó kapust is, úgyhogy ő segíti a másik két kapus munkáját. Ez a mai mérkőzésen is látszott, itt a második félidőben a sablomba ment lövésekre, nagyon jól odafeküdt a Laci, és mindent fogott. Visszatérünk egy kicsit erre a mérkőzésre. Itt én egy holdpontot láttam, egy pár perces holdpont az első félidő vége, de azon kívül minden nagyon flottul ment. Igen, tényleg úgy érzem, hogy erre a meccsre is jól felkészültünk. Egy kicsit benne volt a fejekben az, hogy ez egy 12. helyezett csapat volt. Ezt ugye belül azért teljesen kizárni szerintem senki nem tudta. Mindenki úgy érezte végig, hogy meg lesz ez a mérkőzés, úgyhogy kicsit talán nyugodtabbak is voltunk a kelleténél, de hál' Istennek itt a végén ez a 9 gól megmutatta a két csapat közti különbséget. Azt gondolom, hogy jobb félni, mint megijedni. Úgy készültünk erre a mérkőzésre is, mintha a harmadikkal játszanánk. El kell dönteni minél előbb, és akkor egy kicsit talán örömjáték is lehet itt a közönségünk. Egyre több néző van a meccseiteken, és egyre többen kezdenek arról beszélni, hogy itt azért lehet még élvonalbeli álmokkal is gondolkodni. Igen, azt gondolom, hogy ezek távlati célok. Természetesen mindenkinek az előbbre lépés lebeg a szeme előtt. Nem is lennénk sportemberek, ha nem szeretnénk feljebb kerülni. Itt az egy-két évről beszélek, azt gondolom, itt az NB1-B a másodosztály élvonalában szeretnénk lenni. A csapatunk erőssége azt gondolom az, hogy győri, illetve győri kötődésű játékos mindenki. A közönség azért is szeret szerintem minket, mert családok, barátok, mindenki győri kötődés, úgyhogy jönnek ki, és egyre többen mondják, hogy a fiúk a hazai közönségért küzdenek, és szerintem ez látszik is a csapaton, hogy egymásért küzdünk,
lehet, hogy egyszerűbbek a körülmények, mint más csapatoknál, de szívvel, lélekkel küzdünk a pályán. Én azt gondolom, hogy most adjuk le azt a gyümölcsöt, amit a télen elvégeztünk. Nagyon keményen felkészültünk a tavaszi szezonra, szerettük volna jobb eredménnyel, vagy még szeretnénk is jobb eredménnyel zárni ezt a fél évet. A cél az 1-5, most az 5. helyen vagyunk, és itthon mindenkit szeretnénk megverni, ami eddig egy csapat kivételével sikerült is. Úgyhogy itthon mindent megteszünk azért, hogy a hazai közönségünket kiszolgáljuk. Nagyjából ismerjük a mezőnyt, tehát 4-en tavaly egyébként a fehérvári csapatban játszottunk, úgyhogy nekünk külön presztízs meccs volt, hogy ezt a mai rangadót ezt megnyerjük. És a Deka hétről hétre minket felkészít, tehát sokat videózik és összevágja azokat a jelenteket, amik a legfontosabbak, a kulcsembereikről összevágja a legfontosabb jeleneteket, és azokat nézzük meg. Tehát nagyjából a védekezésben így nagyon fel tudunk készülni, illetve ahogy a Laci is mondta, igazoltunk egy kapust, aki nagyon jól együtt tud működni a védekezésünkkel, ennek is köszönhető, hogy kevesebb gólt kapunk, és a támadó játékunk is úgy érzem, hogy sokat fejlődött itt a szünet alatt. Gondolom, jól érzed magad ebben a csapatban. Igen, abszolút. Én nagyon szerettem volna hazajönni, itt játszani Győrben, és itt dolgozom Győrben, itt van, ide köt minden a család, úgyhogy szeretek itt játszani nagyon, és igazából az a közösségnek a kulcsa, hogy mindannyian barátok vagyunk, tehát nagyon jó a hangulat az öltözőben, és azt hiszem, hogy ez tükröződik vissza a pályán is. Most ott vagyunk az elejébe, azért is tűzte a vezetőség ki ezt az 1-5-öt, hogy azért éreztesse velünk, hogy azért az elejébe szeretné, hogyha ott lennénk. És most ez a meccs nagyon fontos volt. Jövő héten a közeli jövőben elutazunk ugye Pécsre, az még egy nagyon kemény meccs lesz, és utána fogunk játszani az elejével, tehát az első három csapattal, ahol majd eldől, hogyha őket meg tudjuk verni idegenben, illetve itthon, akkor fog eldőlni, hogy igazából hol zárjuk ezt a tavaszi szezont. Tegyük fel, hogyha összekerülnétek mondjuk most egy élvonalbeli együttessel, egy olyan komolyabb meccs, ha mondjuk lenne is tétje, akkor ott hogy érzed, mik jöhetnének ki, milyen hiányosságok ott, hol lennétek, lehetne keresni valótok? Én azt gondolom, hogy nem is lehet másképp hozzáállni, tehát mindenképpen lenne keresni valónk, úgy gondolom. Hát az mindenképpen kijönne, hogy azért mi 4-5-öt edzünk, amíg egy NBL csapatban 7-8-at minimum edzenek, tehát ez lenne, ami egy kicsit hátrébb helyezne minket, de azt gondolom, hogy fel tudnánk venni. Tehát most is a Magyar Kupába idejött a Vász, egy tisztességes meccset játszottunk velük. Nyilván ők jó előbből állnak, és ők az 5. helyen vannak egyébként, de azt gondolom, hogy megállnánk helyünket, és remélem, és így is kell hozzáállni minden játékosnak. Saját magadtól ebben a bajnokságban mit vársz? Azt várom, hogy még jobban tudjam mozgatni a csapatot, és a támadó játékunkat még pontosabban tudjuk befejezni. Most is ezen a meccsen is adódott néhány hiányosság. Ezeket szeretnénk minél jobbra csiszolni, és helyzetbe kell hoznom a társamat, ahogy ők is egyébként nagyon sokszor helyzetbe hoznak, és ez visz minket előre támadásban. Mert nagyon könnyű győzelem volt, de hát ezt is szerettük volna. Azért a két csapat között nagyon sok a különbség. Meg szerintem mi többet edzünk, úgyhogy ez nagyon kijött. De a bajnokság nagyon nehezen indult a csapat számára, gondolom sokszor feltettek már neked ezt a kérdést, hogy aztán utána mi történt, ugye jöttél, átvetted a csapatot, mennyire kellett a fiúkat meghajtani, összeszedni, hogy ez az eredmény, ami most van, ez kijöjjön belőlük? Én úgy gondolom, hogy nem lettek jobban meghajtva, tehát nem edzünk többet, nem edzünk máshogy, mint ahogy a Mikivel edzettek, engem jobban elfogadnak, ennyi. Tehát én nem is ezt akartam, én azt szerettem volna, hogy közösen csináljuk a Mikivel, de fejbe változtak meg, és ugye, mint tudjuk, minden fejbe dől el. Ennél sokkal többet edzettünk volna, hogyha lett volna a lehetőség, meg nem munka mellett csinálják a társaságnak a nagy része. Persze, biztos sokat számít nekik, hogy van alapjuk, és végig tudják dolgozni a mérkőzést. Én inkább azt mondom, hogy egyre jobban megérnek a játékosok, és lassan minőségi cserénk van minden poszton. És ez nagyon sokat számít. Tehát 4 évvel ezelőtt is ugyanez volt, hogy minden poszton 2 játékos volt. Ha valakinek nem ment, akkor ott volt még mindig a másik, de olyan nem volt, hogy a kettőnek együtt nem megy. És most is így van, tehát egy Gór Kristóf csodálatosan szállt be a mérkőzésbe. Egyből feljebb volt a védekezésünk, mert ő egymaga ütközött rögtön 10-et. Ez már meghozta a Nahaj Lacinak a kedvét, fogta a labdákat, oda ment, ahova megbeszéltük. Tehát csak ezen múlik. Én nem tudom más, hogy készülnek. Azt gondolom, hogy van egy-két kolléga, aki jó ismerősöm, sőt barátomnak mondhatom, aki hasonlóan készül, vagy úgy gondolom, hogy hasonlóan készül. Én ilyen vagyok, én így tudok csak dolgozni. Tehát ahhoz keveset edzünk, hogy edzésen mindent begyakoroljunk. Azt meg nem akarom, hogy itt órákat üljünk a videót, mert 30 perc után már úgyse tudnak figyelni. Tehát ez nekem egy kicsi plusz munka, nem kicsi, nem sok, de én ezt vállalom, addig még győzünk. Megfordul a fejedben az, hogy itt rövid időn belül, és itt most én nem 10 évekre, meg 5 évre gondolok, hanem egy kicsit rövidebb időn belül akár élvonal is lehet? Hát a jelen bajnokságban
ezt az ötödik helyet szeretnénk megtartani. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert előrébb lépni nagyon nagy szerencsét. Tehát mi szeretnénk minden meccset megnyerni. És hogy ez mit hoz, azt nem tudjuk. Az ötödik hely az biztos lesz, hogyha meghozzuk a mérkőzéseket. Tehát még azért lesz itt rivális, aki előttünk van, és ha őket megverjük, akkor sem biztos, hogy előrébb tudunk lépni, mert túl nagy a különbség. Tehát ez a 5 pont különbség, és az ellenfeleknek a sorsolása valamivel könnyebb, mint a miénk. Tehát mi hiába szerzünk még 13 pontot, vagy 12 pontot, hogyha az ellenfél is szerez mondjuk 8-at, tehát nem tudjuk megelőzni. És az előttünk levő három csapat, tehát nem az első helyezett, hanem a második, harmadik, negyedik helyezettnek mindenkinek 27 pontja van. Ma lesz volt egy mérkőzés, ugye, ahol valamelyik kevesebbet fog szerezni, de elvileg a papírforma szerint nem tudunk előrébb lépni, de ez az ötödik helyre, ez viszont nyerni kell a mérkőzéseket. Az, hogy később mi lesz, ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát munka mellett nehéz lenne NB1-et csinálni. Tehát ezen én annak idején is vitatkoztam, lehet, hogy máshol külföldön ez működik, Magyarországon ez nem működik, addig, míg a többi csapatnál 2-t edzenek, meg 10-et edzenek, meg külföldre hoznak játékosokat, addig ez nem működik. Ahhoz, hogy igazából én nem is szeretném azt, hogy külföldiek játszanak, maximum olyan, aki tényleg extra klasszis, aki segíteni tud ennek a társaságnak, és nem elsősorban NB1-be. Az NB1-t úgy gondolom magyarokkal nagyon szépen meg lehet oldani. Mi azt szeretnénk a vezetéssel közösen, ahogy engem is megkérdeztek, hozzunk fiatalokat, ha lehet, akkor olyan, aki mit tudom, az egyetemre jön, tehát még több kötődése legyen, azokkal próbáljuk meg. Aztán, hogyha ez 2 évben sikerülne, akkor mi fogunk örülni a legjobban, de ehhez nagyon sok feltételnek össze kell állnia. Az előző mérkőzésen is itt volt, mit tudom én, 6-800 ember, az feldobta a társaságot. Tehát nekünk is kell szurkolótábor. Aztán mellette persze nem utolsó sorban az anyagiak azok nagyon fontosak. Tehát az, hogy egy NB1-es csapat, akinek biztos bennmaradás mellett tudjon működni, vagy az legyen a célja, hogy biztosan bemaradjon, vagy még előrébb végezzen, tehát ne ott hátul végezzen, az nagyon rettenetesen sok pénz. Ennek egyetlen egy hátulütője, vagy nem biztos, hogy győri kötődésű játékosok lesznek benne. És mi meg azt szeretnénk, hogy pont ezek a fiatalok, akik idejönnek most 22-23 éves, akár egyetemista, akár nem, akár itt fog dolgozni, vagy tök mindegy, hogy mit fog csinálni. 3 év alatt elírja azt a szintet, hogy lesz NB1-es játékos, vagy nem lesz NB1-es játékos, és inkább azokkal és egy-két emberrel kiegészíthet. Tehát az, hogy itt most úgymond zsoldosokat idehozzunk külföldről, mit tudom én, menedzserek, annak semmi értelme nincsen.